Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Ez egy kurta videó lesz. Egy bilkes vonatot fogok itt megörökíteni Soroksáron. Pont erre jártam, és pont most tiltott le a sorompó. Nem tudom, hogy a Bilkre megy a vonat, vagy Ferencváros irányba közlekedik a Bilkről. Majd ki fog derülni ez a videóban. Tartsatok velem, ez csak egy ilyen kis kurta videó lesz, ahogy elhalad a tehervonat. Semmi extrát ne képzeljetek bele. Csak gondoltam, hogy megörökítem, amíg még lehet, mert ha minden igaz, akkor idén idővel, egy nem sok idővel később már csak dízelüzem lesz, de ez majd akkor lesz tuti, hogyha már dízelek fognak járni, mert ha minden igaz, akkor a hetedik vágány felül is leszedik a madzagot, de én nem megyek bele ilyen légből kapott információkba, majd ha leszedik, akkor az lesz a tuti. Ahogy felszedték a vágányokat, az a tuti. Én nem megyek bele ilyenekbe, nem mondok időpontot, de idővel biztos, hogy le fogják szedni a madzagot, és akkor dízelüzem lesz, de azt tudja, hogy a Bilken lesz forgalom, mert az nem állhat meg, óriási nagy konténer logisztika üzemel a budapesti intermodális logisztikai központba, rengeteg sok konténeres kamion hordja oda a pótkocsival a konténereket, rengeteg sok pótkocsit pakolnak le ilyen zsebes kocsikról, viszik gumikeréken, hozzák, viszik, és a vasút viszi tovább, meg a vasút is hozza. Szóval rengeteg sok minden mozog itt a Bilken, ezért állandó vasúti kapcsolat az kötelező. De láthatjátok, hogy nem sieti el a jó szág az utat. Már harmadik perce megy a videó, és még nem ért ide a vonat, most jön egy Szili személyében, a 431, 143-as Szili, és a Bilkre megy. Ez is ritka, mert általában ÖBB Taurus szokott lenni, meg különböző Maszek Vectronok, de ez egy MÁV startos gép volt, szóval ez tök jó videó, hogy MÁV startos Szili viszi a vonatot. Láthatjátok, hogy ilyen nagy konténerkocsik vannak, VTG-sek. Ezek, ha jól tudom, akkor cseh gyártmányúak, ezek a óriási nagy konténerek, és ezek azért jók, mert tök halkak a forgóvázaik, de vannak ilyen ikerkonténeres kocsik is, meg van rendes, hagyományos pőrekocsi is, ilyen nyitott terkocsi is, konténeresi átalakítva. Rengetegféle fajtájú típusú konténeres kocsi létezik a világon. Most ezek kezdtek el így kibontakozni. Ugye Európában ezek a hosszú konténerekocsik, amin 2 darab 40 lábas konténer elfér, vagy 4 darab 20 lábas. De 45 lábast is rá lehet tenni, szóval mindenféle kivitelben lehet pakolászni rájuk a konténereket. Láthatjátok, hogy eddig az összes kocsi ugyanaz a típus, és mindegyiken 2 darab 40 lábas konténer található. Különböző magasságúak. Láthatjátok, hogy ez a barna, ez alacsonyabb, mint a szürke. Ebből is többféle kivitel van. Ugyanaz a szélessége, de a magassága az változik. Akkor vannak olyan konténerek, amik ponyvásak, vannak ezek a folyékony anyagokat szállítható olyan tartálykonténerek, vannak hűtős konténerek. Rengeteg sokféle konténer van, és itt a vonat vége. Egy jó kis világos zöld, ilyen China shipping-es konténer volt a vége. És akkor megvárjuk, most már nyílik is a sorompó, és mindjárt szabadra vált, fehér lesz. Sziasztok, találkozunk egy következő videóban. Jók legyetek, Herla voltam Soroksáról.